Sziasztok, én Bence vagyok, ez itt az expedíció, és itt vagyunk Chiang Mai-ban, Thaiföldön. Fél nyolcon is éppen várjuk, hogy megérkezzen a grabes driverünk, mert hogy megyünk egy kis túrára, amihez először el kell taxizni kicsit a város szélére, egész pontosan oda a hegyekbe megyünk, majd egy ilyen helyi kiránduló csoportra, úgyhogy már alig várom. Remélem minden rendben lesz ezzel, mert már annyira nincsen sok időnk odaérni. Elkezdtük a túrát, ebben 17 km lesz, és ebédig legalábbis biztos, hogy csak fölfele megyünk. Eddig egyébként tényleg olyan helyeken megyünk, ami, most ez nem meglepő nyilván, de hogy teljesen más a flóra és fauna, mint Magyarországon. Elég nehéz elhinni, de most jött el mellettünk három mountain bike-os. Elvileg ezeket a részeket ők is használják. Hát nem tudom, érdekes. Nyilván nekik több tapasztalatuk van, mint nekem lenne, de itt. Ilyen utakon jövünk, itt jöttek. Beszélgettem itt néhány emberrel is. Tök sokan vannak itt, akik itt élnek Chiang Mai-ban, külföldiek ide költöztek, és aztán nem tudom, programozóként vagy grafikusként itt dolgoznak. Ez is kicsit azt igazolja, amit mondtam, hogy ez a hely népszerű a külföldiek körében is. Megálltunk ezen a helyen enni, ha is eszméletlen jó volt, a kávé is nagyon finom volt. Ebből a helyi kávéból csinálják, amit itt a háttérben a, még a pörköletlen babok látszanak. És olyan látteártot csináltak, hogy nagyon jó volt, nagyon jó kis hely. És most elvileg, hogy tovább megyünk, fogunk kávéültetvényeket is látni. Reméljük, hogy majd fel fogom őket is venni. És itt, mintha valami vigasság, mulatság, búcsú lenne. Ilyen felállított sátrak, és mintha gyerekek játszanának. Kiderült közben, hogy az ünnepség, amit van, az gyereknap. Mindenhol gyerekek mászkálnak, kutyák, tyúkok szaladgálnak. És még ilyen modern közlekedési móddal is mászkálnak az emberek. Tudom, ez a videó mennyire látszik, de ott a háttérben látszanak a hegyek. Remélem azért lesz néhány olyan pont is, ahonnan szép lesz majd a kilátás. Tudjátok, azt nagyon szeretem a szép kilátást. Nagyon tetszik az a falu. Olyan nyugi van, hogy ez teljesen hihetetlen. A lejtmenet eddig sokkal szebb, mint ahogy felfele jöttünk, csak a térdünknek rosszabb egy kicsit. Láttunk egy kis vízesést, a távolban Chiang Mai-t, szóval eddig elég szép. Az is teljesen elképesztő, hogy a helyiek ezeken az utakon motorokkal közlekednek és mennek felfele, nem értem. Gyalog is alig bírunk rajtuk menni. Ha pedig minden igaz, akkor ez itt mögöttünk egy tök mező. Néhány kiskutyával és egy kis macskával, akik szemben láthatóan nagyon jól el vannak egymással. Oh, so cute! Facebook eseményben azt írták, hogy ajánlott hosszúnadrágban jönni, mert a túra végén és a túra egy részén elég sűrű lesz a növényzet. De hát most vagyunk ezen a részen, de annyira nem vészes, mert szerencsére nem szúrós. Egyelőre így a rövid nadrágban is jól vírom. Na és most már az ilyen dzsungelesebb részen. Szóval most már az ilyen dzsungelesebb részen mászkálunk itt, mert tényleg van rendesen oly növényzet, meg minden. Szinte törjük magunknak az utat az erdőben. Lassan visszaérünk arra a pontra, ahonnan elkezdtük a túrát. Ugye kevésbé járkáltunk olyan helyeken, ahonnan nagyon szép kilátás volt, de ennek ellenére nagyon tetszett az egész túra. Tök jó ez a társaság is. Ez egy sokkal jobb módja volt így a környéknek a felfedezésére és egy rövid túrára, mint hogy kifizetni elég sok pénzt,
arra, hogy valaki elvigyen egy ilyen útvonalra. Visszaérkeztünk a városba, kicsit összeszedtük magunkat, mert azért annyira volt fárasztó ez a túra, hogy le kelljen zuhanyozni. És arra gondoltam, hogy ezt a videót lezárhatnánk azzal, hogy elmegyünk a szombatesti vásárra, mert hogy van itt Chiang Mai-ban egy vásár, akkor mindenféle dolgokat árulnak, és köztük enni is lehet, amire most már eléggé vágyom. Úgyhogy elmegyünk és megnézzük ezt, és akkor ezzel fejeződik majd be ez a kis videó. Úgy érzem, nem csak nekem volt az ötletem, hogy nézzük meg a szombatesti piacot, hanem rajtam kívül még jó néhány embernek. Nem baj, előbb-utóbb mi is csak oda jutunk valami fejához, addig meg körülnézünk, hogy milyen a kínálat. Úgy érzem, hogy eljutottam a végére, bár nem biztos, hogy ez a vége, de úgy tűnik, mert innen már a folyó folytatódik, szóval arra inkább nem sétálok tovább. Ez okos volt. Arra gondoltam, hogy mivel még normális pattáit nem ettem, csak vegát egy helyen, ezért azt fogok enni. Ez annyira nem lehet valószínűleg mellé nyúlni. Úgyhogy lehet, hogy mondjuk egy csirkés pattáit, vagy nem tudom milyen az a normally pattáj. Gondolom normál pattáj akar lenni. Meglátjuk. És ez itt a csirkés pattájunk, amit 45 bátért, azaz kevesebb mint 400 forintért szereztünk be. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. A pattáj nagyon finom volt, ezért nem is vettem fel, ahogy eszem, mert inkább ettem. És a napnak, illetve a videónak itt van lassan a vége. Jó volt a kirándulás, finom volt a pattáj. Ha pedig tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, mert érkeznek majd még videók Tájföldről. Sziasztok! Kedves nézőink, helyreigazítás következik, ugyanis korábban tévesen állítottam azt, hogy ahol sétáltunk, az a szombatesti piac, mert hogy ez a piac rész, ez minden nap itt van, úgyhogy ez nem csak szombatesti különlegesség, ellenben a szombatesti piac ott az autók mögött.